Bökönyi Zsolt. Milyen érzés megnyerni a legjobb ügyfélélmény díját? Szenzációs, ez lenne az első gondolatom. Mi tavaly is indultunk egyébként ezen a kis bajnokságon. Akkor nem sikerült, úgyhogy most még nagyobb lendülettel elindultunk, és hál' Istennek itt van és nyertünk, úgyhogy tényleg szenzációs. Mi a titok? Mit tesztek az ügyfelek elégedettségért? Mi speciális szegmensben dolgozunk, és biztos, hogy máshol is, de nálunk kifejezetten nagyon figyelünk a vevőknek az egyedi igényeire, és bármennyire is lehetetlen, mi akkor is nagy kihívásnak tekintjük, és egy a célunk, hogy megoldjuk a vevőnek az igényét. És vezetőként te személy szerint mit kaptál a Bix-től, milyen érzés volt olvasgatni ezeket a véleményeket? Ezt a színpadon is már elmondtam, hogy olyat kaptam a Bix-től, amit nem vártam volna, vagy nem is gondoltam volna. Én úgy gondolom, hogy szenzációs, hogy egy ekkora közösségbe mi is partnerekre találtunk itt, illetve az az eszmei érték, az a tudás, amit napi szinten akár itt egy hivatalos rendezvényen, vagy egy esti sörözés mellett a kollégákkal, bizalmi kör Bix-tagokkal meg tudunk osztani, az felbecsülhetetlen. És mit üzensz azoknak, akik értékeltek benneteket? Mi próbáljuk továbbra is ezt a szintet hozni. Nagyon köszönjük az ő bizalmukat, az értékelésüket, az, hogy időt szakítottak arra, hogy minket értékeljenek, mert az idő az az egyik legnagyobb érték a mai világban, és az is csodálatos érzés, hogy nem csak elégedettek, hanem annyira elégedettek, hogy erre még időt is szakítsanak, hogy ezt velünk, és a Bix-el, a rendszerrel megosztják, úgyhogy csak köszönni tudjuk, és bízunk benne, hogy a jövőben is ezt az eredményt minimumba tudjuk hozni. És miért ajánlanád másoknak a Bix-et? Én azt mondom, hogy mindenki jöjjön ide, próbálja ki, egy olyan csapatnak lehet része, ami szerintem egyedülálló itt az országban, akár Európában, de megkockáztatom, hogy a világban is, hiszen minden vállalkozó itt egy irányba néz és próbál egymásnak segíteni, és a világon kevés olyan hely van, ahova belép az ember, és ott az emberek egy irányba néznek, egy csónakban ülnek és egyfelelveznek. Ez a Bix.